Különleges égi jelenségnek lehetünk szemtanúi november elején. Magyarországon, sőt még a Dilalföldön is látni lehetett a sarki fényt. A légköri jelenséget a Föld mágneses mezője teszi látványossá, a nap korona kidobódása, azaz a belőle kilökődő töltött részecskék által, mely jó részt hidrogénatomokból áll. A jelenség nem túl bonyolult. A mágneses térhez közelítő napból kidobódott töltött részecskék, lényegében ionok, azok a mágneses mezőnek az erővonalai mentén haladnak, és ugye mivel a Föld mágneses mezője olyan, hogy a sarkokon közelíti meg ezek az erővonalak a felszínt, ezért a sarkpontok körül fognak belépni a légkörnek abba a részébe, ahol már kellő mennyiségű légköri anyag van. Mintha egy festmény lenne, olyan szemedgyönyörködtető a látványosság, ami alapvetően nem ritka jelenség. Hazánk magasabban fekvő területein, hegységekben, főként az északi országrészben viszonylag gyakran látható, ha erős a sarki fény aktivitás. Az azonban már ritka, hogy a Dilalföldön is érzékelni lehet, úgy is mondhatnánk, ezúttal a csillagok is úgy álltak. Nagyon erős sarki fény volt, egy nagyon erős koronakidobódásból, ami a napból érkezett, és ez pont egybeesett azzal, amikor egy hideg légtömeg töltötteket nem csak a Kárpát-medencét, hanem egészen éjszakra, tehát egy frontátvonulás után voltunk, ilyenkor hideg légtömegben nagyon jó a látástávolság, és emiatt lehetett azt, hogy az országnak a nagy részén, sőt még akár Görögországban is látták ezt a sarki fényt, de erre azt mondanám, hogy ez egy nagyon szerencsés véletlen. A sarki fényt jellegzetesen zöld színéről ismerjük, ám nem mindenütt ilyen. Nálunk piros a sárnyalatban jelent meg. Színe abból adódik, hogy a töltött részecskék összeütköznek a légköri molekulákkal, gerjesztett állapotba kerülnek és fényt bocsátanak ki. Hogy pontosan milyen színben pompázik, az attól függ, milyen légköri alkotókkal történik a reakció. A leggyakoribb szín az a zöld szokott lenni, a zöld az az oxigén molekulával történő reakcióra utal. Ugye emellett hogy a nitrogénnel való reakció az ilyen rózsaszínes színt ad. Ez valahonnan Magyarországról készült ez a felvétel, ugye látjuk ezt a pirosas színt, amit ugye gyakorlatilag az egész ország látott. És ugyanekkor ez valahol Norvégiában készült, és az látszik, hogy ugye a pirosas szín az ugyanúgy megvan, viszont az alsó régiókban megjelenik a zöld, ez ugye az oxigén molekulával történő reakció, és ugye ez is mutatja azt, hogy itt mi Magyarországon igazából ennek a jelenségnek csak a felső részét láttuk igazán, tehát azt a szép zöldes, mondhatni klasszikus színét a sarki fénynek azt innen nem lehetett látni nyilván a Föld görbülete miatt. A geomágneses viharok a tehát a korona kidobódás, amely általában nem okoz gondot, de nagyobb mennyiségben előfordulhat, hogy megzavarhatják az elektronikus rendszereket a kilökődő töltött részecskék. Talán kettes erősségű volt egy 4-es skálán. Ugye ezek a kettes erősségűek csak látványosabbak, de olyan nagy károkat nem tudnak okozni, viszont egy ilyen 4-es erősségű geomágneses vihar az nagy területeken tudja okozni például az elektromos hálózatoknak a leállását. Szerencsére ezeknek a nagyon komoly viharoknak a gyakorisága azért elég pici. Az Aurora Borealis aktivitása a naptevékenységtől függ. Hogy mikor lesz legközelebb és vajon fogjuk-e látni a sarki fényt, azt nem lehet pontosan előre megjósolni. Két nap biztosan kell, amíg a kilökődött plazmafelhő eléri a Földet, tehát nagyjából 48 órával korábban már lehet készülni a látványosságra. Ezen a weboldalon mi is figyelemmel kísérhetjük a jelenséget. Amikor ugye volt ez a nagyon látványos jelenség hazánkban, akkor a legnagyobb aktivitás valahol itt Skandinávia fölött volt. Tehát nem mindegy, hogy a sarkvidéken hol érkeznek be ugye ezek a töltött részecskék, nyilván a fény is ott lesz, és amikor így Európa fölé csúszik, mert éppen úgy áll a Föld, meg úgy érkezik ez a plazmafelhő, akkor tud nálunk látványos lenni. Persze az se baj, hogyha nem nappal van.